Hát igen, úgy néz ki, hogy minden jól sikerült. Az első 4 mérkőzésen, az összes mérkőzésen szerepeltem, legtöbbször 90 percet. Ez a legfontosabb számomra. Úgy érzem, hogy a csapat is mérkőzésről mérkőzésre jobban teljesít, úgyhogy eddig minden a legnagyobb rendben. Gólokat szerzel, gólpasszokat adsz, 11-est harcolsz ki, kiáltanak rólad játékost. Nagyon bíznak is benne az edzők, és ez is fontos? Én úgy érzem, hogy az edző a csapat összes tagjában nagyon bízik, és mindig a pozitív dolgokat említ, és szerintem ez nagyon fontos nekem is, és szerintem az összes játékosnak a csapatban. És én úgy érzem, hogy az elmúlt mérkőzéseken ez meg is látszik, úgyhogy tényleg mindenki érzi a bizalmat, és próbáljuk meghálálni. Akkor, amikor kimentél Oroszországba, vagy akkor még a másodosztályban volt a csapat, a feljutás volt a cél, sikerült, és most ott vagytok az első osztályba. Miben nagyobb az ugrás itt a két osztály között, illetve hogy az angol légiós életet kicsit összehasonlítod, mi az, ami a te adottságodnak, illetve a te életutatból jól lehet kamatoztatni Oroszországban? Hát ugye azért az Oroszországban az első és a második osztály között az elég nagy a különbség. Most azért nagyon észre lehet venni, tehát sokkal gyorsabb a játék az első osztályban, sokkal jobb csapatok ellen és sokkal jobb játékosok ellen kell játszani mérkőzésről mérkőzésre. Igazából ugye Angliában teljesen más a futballkultúra, mint Oroszországban, de hát mindenhol ugyanazokkal a szabályokkal játszák, úgyhogy mindenhol az a lényeg, hogy minél több gólt rúgjunk és mindig megnyerjük a meccset. Most érkeztél meg a tornának gyakorlatilag utolsó percére, tehát nyilván a tornából sokat nem láttál, viszont ugye amikor te 16 éves voltál, akkor te már szinte ott voltál a felnőtt csapatnak a küszöbén, most 16 éves srácok voltak. Mit tanácsolnál nekik? Mi lenne a teendő most itt ezekben az években, amiket most töltenek? Mennyire tegyék fel az életüket a focira, illetve mire figyeljenek oda nagyon? Hát igen, nagyon örülök, elsősorban szeretném megköszönni a meghívást a klubtól, hogy eljöhettem és díjat adhattam át. Hát én úgy érzem, hogy 16 évesen, tehát ugye még azért van pár évük az ifi csapatban. Tényleg az a legfontosabb, hogy élvezzék a futballt, mindegy egyes pillanatát élvezzék ki. És ugye az a legfontosabb tényleg, hogy élvezzük, mert hogyha nem élvezzük a futballt, akkor tényleg nem olyan a kedvünk a pályán sem. Hát én csak azt tudom tanácsolni, mint amit eddig is mondtam, hogy tényleg mindent meg kell tenni a pályán, alázatosnak kell lenni, és élvezni kell.